ipon.hu. Már 20 éve veletek. Sziasztok! Hello! Üdvözlök mindenkit ismét innen a stúdióból. Ebben a videóban mi is lesz a tartalom? Szembe jött velem egy videó, méghozzá egy bizonyos hegynek, egy bizonyos Hafta Björnssonnak a videója, aki hát ugye kollégám is, mert ő is strongman. Nyilván most nem arról lesz szó, hogy most ő natur vagy nem natur. Szerintem ez nagyjából mindenki dönts el magában. Csinált egy ilyen full day eatinget, egy diétát, ami őnek egy ilyen diétája, azt állítja. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy lemodellezem, reprodukálom, hogy egyáltalán meg lehet-e csinálni. Korán reggel lejöttem itt a stúdióba, megpróbálok egész nap zabálni. Én még ilyen régi módi vagyok, hogy papírra vetettem, 6 étkezése van egy nap egyébként. Azt mondja, az első reggeli 245 g narancs. Ez mennyi? Itt közben hoztam mérleget, itt kifogok mindent mérni, hogy gramra pontosan. Hát ez egy ilyen önmagamnak felállított kis challenge. 162 g. A kettő az mennyi? Hát ez meg 331. Szóval gyakorlatilag szerintem másfél narancs. Ugye? 200 g joghurt, 100 g álfonya, ezeket is mind kifogom szépen mérni, hát ez egyébként 130 g, úgyhogy ez szinte meg is van. 100 g eper, hát ez bőven jócskán több, mint 100 g, akkor ennek a fele, ez 250 g. 3 tojás, 500 g rizs, 563 g rizs, bocsánat, és ezt fogom én most elfogyasztani. Kezdjük el! 2 darab rizs, ez ugye 500 g. Hú, ami rohadt éhes vagyok már. Akkor megsütünk tojást. Egyébként ti fordítjátok a tükörtojást, vagy nem? Tudom, ez egy nagyon buta amatőr kérdés. Eredetileg ugye nem kéne fordítani, de én nem szeretem, amikor ilyen latyakos, laza, taknyos, nyálkás a tojás, úgyhogy én általában meg szoktam fordítani, szóval a gyengébb idegzetű nézők kedvéért nem fogom mutatni szerintem az átfordítást. Hú, az a gyümölcstál, az tök jól néz ki, nem? Reggeli a nap az egyik De miért eszik meg reggel fél kiló rizst? Ő összemixeli egyébként, szóval hogy ugye sékerbe csinálja, és nem joghurttal, hanem van ez a skir, nem tudom, hogy kell mondani, az valami északi dolog, azt hiszem, és hogy az joghurthoz áll a legközelebb, ezért helyettesítettem be joghurttal. Nem is tudom, hogy lehet ilyet kapni Magyarországon, biztos lehet, mert mindent lehet már kapni. Ez nagyon nem kellett volna. Hát akkor szerintem ez egy elég bőséges reggeli. Kezdjük meg, fogyasszuk el. Bár ez így magába, hát nem tudom, kéne hozzá valami szósz, nem? Vagy kenyénékű? Jövődvajat. Mondjuk a biztos, hogy kiadott reggeli. Ez nekem nagyon száraz. Muszáj legalább egy minimális kis big foodot. Egyszerűen muszáj. Fölraktam vizet főni, mert a további étkezésekben van például zöldség, fogunk sütni majd steaket is. Hát ez önmagában eddig nem okozott gondot, de hogy a nap további részében hogy fogok én még ötször megenni hasonlót, 6-szor, mi 5-ször. Első, hát ha ezt megeszem, akkor meg lesz az első étkezés. Az abban szerintem én szaladni fogok haza a retyúra. Hát ez nem egy kulináris utazás. Az első étkezés kipipálva, hát egy 1-2 óra pihi, most azért ezt ki kell pihizni. Kaptam egy olyan információt, hogy érkezett egy rejtélyes csomagom. Nézzük meg együtt, bontsuk ki együtt. Csinálok egy-két ilyen vágós nittet, hogy elindultam most a postára, aztán
megnézem, hogy mi az a csomag, ami most nekem érkezett. Mármint nem is a postára, hanem ugye arra a postai címre, ami megvan adva ilyen, ahova ugye lehet küldeni mindenféle jó dolgot, amit szeretnétek, kaptam én már mindent, női fehér neműt, meg ilyeneket. Na jó, ez kamu amúgy, ilyet nem kaptam még. De férfit igen, nem, azt sem kaptam még. Megkaptam a csomagot, egy bizonyos Szemerédi Gábor küldte. Ez egy doboz. Levél. Először kezdjük gyorsan levéllel. Jaj, emlékszek rátok, hello! Ha lehet, nem emlékszel rám, de két éve küldte egy videó és köszöntést a 30. születésnapomra, amit egyszer nagyon, amit még egyszer nagyon köszönöm. Már szerencsére személyesen is volt alkalom találkozni csomagok, hogy Csillő valamit Abonyba, igen, ott emlékszek rátok. A Csillő elsőtársaságot pár politikát elhozunk, amiket magunk, ja, amiket magról megpróbáltunk elültetni, nem volt egyszerű felnevelni őket, sokat bénáztunk, főleg, hogy nincs kertünk, de még köszönöm, hát mondjuk, hogy nem annyira könnyű. De végül több termésünk lett, mint amire számítottunk. Ha jól azonosítottuk, ők a Lantern Pepper. Lantern Pepper. Arra gondoltunk, a termés megosztanák veletek, fogadjátok sok szeretettel, első alkalommal megszállított, tettünk el pár darabot, de később lesz szó, és fogunk próbálkozni. Éket ők azok, nem tudom, hogy bemutathatom őket, most már mindegy, megtettem, hát remélem nem fognak ezért most engem följelenteni. És mi van a dobozban? Wait a minute! Na ha... Ne! Ne már! De ezt ti csináltátok? Ezt ti csináltátok? Ne, ez... Egy plüss tüzetokádocs... fú, de csili. Csili illat van. Azt a mindenit. De jó fej, menj már! Ennek szorítunk itt helyet. Mi zümmög itt? Remélem egy óriási lóderezs, és át fogja szúrni a torkom. Illetve van itt két paprika, de jó, ez szárított, ez pedig, aha, ez a nyers termés, gondolom. Majd itt szépen ez a egész napos diétához elcsipegetem. Vettem egy steaket, egy darab steaket, ez angus marha, ez egy előre fűszerezett hús. Viszont szerintem ez kevés lesz, úgyhogy el kell mennem venni még egy steaket, mert ez még így szerintem kevés. Azt mondja, második étkezés, egyébként körülbelül 2 óra telt el. De nem tudom mondjuk a joghurt, mert én amúgy esküszöm nektek, hogy én befosok ettől a joghurthoz, nem hagyhatom ki. Megtekeri a kis pocimat amúgy. Igazából 200 g joghurt, ez mennyi kalória? 200. Nem hiszem, hogy ezen fog elmenni. Max megeszek a végén még egy, mit tudom, egy sportszeletet, vagy mit tudom én. 100 g avokádó, amit én már lemértem, hogy az körülbelül, hát egy ilyen majdnem egy egész, inkább nem, inkább majdnem egy fél, 100 g zöldség, ezeket mellőre egyébként kiméregettem, a zöldségeket. Amíg forrósodik a serpenyő, hadd mondjam el, hogy rengetegen kérdeztétek, hogy de mégis hogyan tudnánk támogatni téged, Miklós, hiszen nekem nincs a tornatagság beállítva, nem kérek támogatást, ilyen PayPal, Patreon, stb. Úgyhogy hogyan lehetne esetleg hozzájárulni a csatornához, mert annyira szeretünk téged, ilyeneket szoktak írni nekem, képzeljétek el. Amúgy full igaz, 100% igaz. Az Iponnál vásároltok, akkor beírjátok a fekete kuponkódot, amivel engem tudtok támogatni, illetve ugye a MyProteinnél is, hogyha beírjátok, hogy Power Miki a vásárlásnál a kuponkódmezőbe, akkor nemhogy támogattok vele, hanem még ti is kaptok 41% kedvezményt. Ponzi blokk vége. 500, így. 500 milli tej. Valamiért egyébként a tejet preferálja a Haftor gyerek. Meg kéne kóstolni, ez mennyire brutális. Azt mondja, hogy annyira nem. Azt mondja nekünk a kedves... De egyébként nagyon finom. Ilyen finom gyümölcsös utóíze van. Megpróbálunk egy jó kérget sütni rá. Úgyhogy nem molesztáljuk, nem fogdossuk, nem csinálok vele semmit. Hagyom, hogy jó kérges legyen. De egyébként most ez tényleg nem arról fog szólni, hogy itt most hú, de hatalmas, mert tényleg ilyen gasztro élményekbe merüljünk. Ez jónak számít? Nem tudom, steakfanok mondják meg, szerintem kicsit rér. Hát... Aj, de pontosan vagy! Jézusom, de nagyon tudok! Így, de jó! Na tessék! Itt is van! Szóval ez a második... A második étkezés... Indulhat a halózás! Hát... Nézzük meg a steak!
Picit rágós. De kár érte. De rohadt finom. Egyébként az ilyen zöld fűszeres pászban. Ma még tervezek egy edzést is, amiből egy-két szösszenetet azért tervezek bevágni. Szerintem mindjárt neki megyek, egy fél óra múlva megcsinálok még egy ilyet, még egy ilyen kanyart, aztán edzés. Itt is leszek, ott is leszek, itt is eszek, ott is eszek. Harmadik étkezés. Mondtam, hogy ezt most még megeszem edzés előtt. Vagy egy kis tejci. Ugye három kaja megvolt, a negyedik az akkor edzés után lesz, egy szintén egy nagyjából ugyanez a setup, és hát utána lesz egyébként, amitől kicsit tartok. Még egy dolgot elfelejtettem, képzeljétek el, hogy lehet jelentkezni, már be lehet úgymond regisztrálni a grillsütőkre, amiket ugye mutattunk a Gladiátor táborban, vannak ezek az átfordulós grillsütők, azokra lehet már igényt tartani, úgyhogy egyelőre még csak úgy működik, hogy privátban e-mailben esetleg keressetek meg, e-mail címem ki lesz írva, és mindenféle információt meg. Most ez egy kicsit, hogy nekünk is ez egy újdonság, picikét lehet nagy falat is, ha úgy tetszik, mert azért ugye ennek a szállítása, szétszerelése, összerakása, dobozolása azért ez egy... Erre nem is gondoltunk bele, hogy azért ez egy nagyobb projekt, ez nem olyan kis egyszerű, ahogy jönnek rá a rendelések, hogy lesz rá igény esetleg, úgy lesznek ezek gyártva, szóval ez nem úgy vannak, hogy készen a polcon, mint mondjuk a Tesco-ba, vagy nem úgy, mint a Praktikerbe bemész, és akkor ott van lapra szerelve, te meg elviszed, összerakod, aztán sütöget. Azért ezek teljesen más, ez teljesen egyedi. Hogyha esetleg téged érdekel ez a sütő, és úgy vagy vele, hogy de szeretnél egy ilyet, mert ilyen biztos, hogy nincs senkinek, akkor e-mailbe légy szíves, vedd föl velem a kapcsolatot. Szerintem nagyon király, úgyhogy szerezzetek be egyet, mert ezzel nagyon menők lesztek, sokkal menőbbek, mint grillsütő nélkül, még szerintem csajozni simán lehet vele. Elindultam kicsit edzeni, most azért picit leülepedett a kaja, úgy érzem, most van egyébként 12:45, úgyhogy nagyon jó időben vagyok, nagyon jó időt futottam szerintem. Igazából még 3 étkezés lenne a mai napra. Egyelőre azt mondom, hogy nem kívánom most a kaját, jelenleg, de edzés után ez úgy is megváltozik. Hát most azért ilyen hű, de hatalmas nagy edzés szerintem nem fogok csinálni, mert azért érzem, hogy azért úgy jó van a kis gyomrom. Amúgy is egyébként az edzéseket úgy fogom, inkább TikTokon mennek, szóval kövessetek be TikTokon, itt lesz a TikTok, itt valahol. Kövessetek be TikTokon, mert ott mennek leginkább az edzős tartalmak. Itt YouTube-on inkább csak ilyen szösszeneteket, ilyen kis megmozdulásokat mutatok. Elnézést a napszemüvegért, de amikor kisüt a nap, akkor kicseszi a szememet, úgyhogy ez most ilyen, kicsit bunkóság, de hát szerintem ennyi belefér. El kell, hogy áruljak nektek valamit. Én vagyok Fatman!
Na szóval gyerekek, elhoztam az uzsit itt edzés után, és egyébként nem vettem külön steaket, hanem volt ott egy hamburger húspogácsa, egy mar húspogácsa. Ebből sütöttem le kettőt, ez biztos, hogy több mint 100 gram. Úgyhogy én akkor ezt most befalom, így rögtön edzés után. Melegnek már nem meleg. Jó, ez a bolti hamburger húspogácsa, szóval... Sajnos nem egy Angus. El kell mennem Esztergomba egy helyre, de hát oda nem viszek kamerát, szóval ilyesmi. Nem egy túl jó hely sajnos, szóval oda kell mennem. És aztán szerintem... Ja, elmondom, hogy mi az a furcsaság, amit én észrevettem, vagy én nem értek tulajdonképpen. Szóval a pizzázás résznél én azt nem igazán értem. Maradtak pizzák, és hogy azokat ő összecsipegeti. Ilyen maradék, gyakorlatilag maradék pizzákat. Viszont hogy ebből hogy jön ki 4000 kalória, mert gyakorlatilag ha meg kellene ennie legalább 3 pizzát, 2-t vagy 3 egész pizzát, hogy kijöjjön a 4000 kalória. Én szerintem, legalábbis ha megnézel ilyen kalóriatáblázatokat, akkor a mondjuk egy 32-es pizza körülbelül ilyen 1500 kalória. Nyilván attól is függ, hogy milyen feltétek vannak rajta, sőt leginkább attól függ, de én ezt nehezen hiszem el, hogy 4200 kalóriát megevett maradék pizzákból, hát akkor gyakorlatilag szerintem egy céges bulin nem fogy el 4200 kalória. Ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem, de egyébként tényleg fönnáll az a lehetőség, hogy én nem értem, hogy mi történt pontosan. A pizza kalória tartalma egy 32-es pizzának nagyjából körülbelül jó gazdag feltétel számolva 1800 kalória. Én úgy vagyok vele, hogy én megeszek egy, szerintem egy 32-es lecsúszik, viszont hogy vacsorára hogy fog kinézni, azt nem tudom megmondani, gyerekek. Tudod, hogy mindig annyira király. Szóval rendeltem egy magyaros pizzát magamnak, mármint bementem érte a boltba, a pizzériába, és elhoztam, úgyhogy gyorsan befalom. Van Bigfoot sauce. Ez a rigyes cucc, amit elvileg a Haftor ugye itt eszik, ez annyira egyébként nem, hogy mondjam, nem telít el sokáig. De elég gyorsan éhes leszek. Amely ez a magyaros pizza, ez valószínűleg az egy kalóriában szerintem ez a legnagyobb. Kolbász, szalámi, szalonna. De hogy miért írt erre ki 4200 kalóriát, mert ő szerintem még együtt sem vett meg. Én szerintem, legalábbis a videó alapján késő délután van, úgyhogy nem tudom, hogy estére szerintem még simán megeszem. Most úgy érzem, hogy ha most itt lenne előttem, bár az meg Szardénia. Ki akar Szardéniát enni? Miért eszik Szardéniát este? Meg alapból miért eszik bárki Szardéniát? Ha itt lenne még egy 32-es pizza, biztos, hogy megenném. Úgyhogy ennek mennyiség nem fog gondot okozni, ez a fél kiló rizs, két doboz garnéla, Szardéniával. Kérdés, hogy ízbe fog-e gondot okozni? Az már nagyobb gond, de szerintem. Teljesen őszinte leszek, ezt már másnap vettem föl, szóval végül is így elbuktam ezt a challenge-et.
olyan szinten, hogy nem vitt rá a lélek, gyerekek, hogy én még aznap este rámenjek erre a szardiniás valamire. Úgyhogy másnap este, mondom már, csak azért is megpróbálom, mert így becsületből, mondom, már csak azért is, hogy meg kell, hogy egyem ezzel a kaja mennyiséggel, ezzel a karória mennyiséggel, és simán el vagyok egy nap. Szóval, de ez a vacsora, gyerekek, hogy ezt miért kellett? Én ezt nem fogom megenni, bazd meg. Mi a szar ez? Inkább ettem volna még egy pizzát. Hát gyerekek, ez nagyon rossz. Miért eszük ilyet bárki vacsorára? Hoztam egy ilyen kis majonézes patlizsán krémet, megpróbálom egy kicsit ehetőbbé tenni. Nagyon nem az én ízvilágom, gyerekek. Az a majonézes patlizsán krém, ez viszont királyom úgy. Én mondtam, hogy ugye írjátok meg, hogy kinek a diétáját, vagy étrendjét próbáljam ki. Az lehet, hogy még egyszer átgondolom. Hát srácok, egyébként érdekes volt számomra, érdekes élmény, mert ahhoz képest annyira nem is gyötört meg, mint amennyire hittem, hogy meg fog gyötörni. Az biztos, hogy azért napi szinten ezt az étrendet én nem fogom tartani. 100%. Köszönöm, hogy itt voltatok, és lájkoljátok be a videót, és kövessetek be, hogyha úgy van, mert jön a többi videó. Sziasztok! Puszi nektek! Hello!